A Mi Hazánk mozgalom levélben fordul a belügyminiszterhez, és felszólítja a rendőrséget, hogy ne alkalmazzon politikai alapú kettős mércét, tiltsa be ugyanúgy a Budapest Pride felvonulást, mint ahogy betiltotta a Mi Hazánk mozgalom törökszentmiklósi felvonulását, akkor a rendőrség a tiltó határozatában arra hivatkozott, hogy van egy úgynevezett fogjul ejtett közönség elve, ami miatt nem engedélyezte, hogy mi cigány származású bűnözők, bűnözői csoportok ellen felvonuljunk a civil, békeszerető, tisztességes, törvény tisztelő lakosság érdekében. Ha a rendőrség akkor erre az úgynevezett fogjul ejtett közönségre hivatkozott, akkor ebben az esetben, a Budapest Pride felvonulás esetében nagyon sokan fogjul ejtett közönség lehetünk, hiszen ennek a felvonulásnak ilyen résztvevői vannak, mint aki és akik itt ezen a képen láthatóak. Az a fiatalember, aki nem csak az egyházat, a keresztény egyházat gyalázza, provokálja ezzel az öltözékével, a kereszttel, hanem üzen is minden magyar érzelmű embernek, amikor meggyalázza a történelmi Magyarország térképét, meggyalázza a történelmi magyar jelképeket. Ez az a felvonulás, amely fényes nappal Budapest belvárosában évek óta kerül megrendezésre. Az idei esztendőben, ugyanúgy, mint ahogy a korábbi esztendőkben, több ezer olyan provokatív, a devianciát és a magyar hagyományokat, keresztény és nemzeti hagyományokat támadó, felvonuló fog provokálni Budapest utcáin, akikkel bármikor találkozhatnak, vagy találkozhatunk, éppen úgy, hogy akár velünk vannak a gyermekeink is. Nem szeretném, hogyha bármelyikünk és a magyar lakosság bármelyik tagja fogjul ejtett közönséggé válna, és találkoznia kellene ezekkel a felvonulókkal, akik így provokálják, gyalázzák a magyar és a keresztény hagyományokat, akik ezzel a felvonulással valójában nem a homoszexuálisok jogaiért vonulnak fel, hanem a családok, a hagyomány, a tradíciók ellen vonulnak fel egy olyan erőszakos, politikai jellegű felvonuláson, amelyet gyalázatos módon egyéb iránt nagykövetségek is támogatnak, cégek is támogatnak, ahelyett, hogy például október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező rendezvényeket támogatnának, vagy tüntetnének ki jelenlétükkel. Felszólítjuk tehát a rendőrséget és a belügyminisztert, hogy ne alkalmazzon politikai kettős mércét. Ha Törökszentmiklóson nem vonulhattunk a tisztességes, békeszerető, törvénytisztelő magyar állampolgárok érdekében cigány bűnözők ellen, akkor Budapesten se vonulhassanak fel azok, akik provokatív magatartásukkal, közszemérem sértő, közerkölcsöt sértő felvonulásukkal akár a gyermekeink egészséges fejlődését zavarhatják meg, provokálhatják a magyar embereket. Amennyiben a rendőrség mégis engedélyezi ezt a felvonulást, nem tiltja be, akkor a Mi Hazánk mozgalom megállapítja, hogy Magyarországon politikai alapú kettős mérce működik, és ezt a rendőrség és a belügyminisztérium alkalmazza. Ebben az esetben ellendemonstrációk megrendezésére lehet számítani. A Mi Hazánk mozgalom bejelentett törvényes demonstrációkkal készül. Azért használtam az ellendemonstráció kifejezést, mert nem támogatjuk azokat az elképzeléseket, hogy egy ilyen felvonulással szemben mi mondjuk egy heteroszexuális felvonulást rendezzünk, ugyanis itt a normalitás, a normális világ találkozik az erőszakos devianciával. A kettő között egyenlőség jelet nem lehet tenni, tehát mi nem egy külön útvonalon, nem egy saját, akár a heteroszexualitás jegyében megrendezendő felvonuláson fogunk részt venni, ugyanis azt gondoljuk, hogy a szexualitás mindenki magánügye, azt mindenki tartsa a négy fal között. Mi ellendemonstrációra készülünk, célunk, hogy egy ilyen felvonulást ne lehessen úgy megrendezni Magyarországon, hogy nincs olyan politikai erő, olyan politikai alakulat, aki legalábbis kifejezné
az ellenérzését, aki kifejezné azt, hogy meg kell védeni a közerkölcsöt, vagy akár a közszemérem sértést elkövető és a törvényes rendet megzavaró felvonulások ellen. Tehát ellendemonstrációkra lehet számítani abban az esetben, hogyha a belügyminiszter és a rendőrség nem teszi meg a szükséges lépéseket.